Az év utolsó felnőtt megyei első osztályú Bátaszéki hazai mérkőzésén, a Bátaszék Dunaföldvár meccsen, annak szünetében adta át a megyei ifjúsági bajnokságban a Tolna mögött ezüstérmet szerző bátaszéki ifjúsági csapat játékosainak és edzőjének az érmeket Lubascsik István, a megyei labdarúgó szövetség képviselője, a bátaszéki klubelnök Ler Béla közreműködésével. Ez a kiugró eredmény már rámutat arra, hogy az utóbbi másfél évtized első felében elhanyagolt bátaszéki utánpótlás nevelésben az elmúlt öt évben Tóbi István hazaérkezésével gyökeres mennyiségi és minőségi változások történtek a háttérben. A serdülő csapat tavaly előtt az alsóházba játszott, a bajnokság második felébe, tavaly a felsőházban, de mindenki megpofozott bennünket, most pedig a felsőházban vagyunk, és itt mondhatom, hogy dobogó esélyesek vagyunk. Ez az U17-es csapatunk, U16-os csapatunk, az IFI csapat, az most negyedik évenben mondhatom, hogy először 9-ek voltunk, 8-ek, tavaly 3-ak, és most már tuti biztos, hogy 2-ak leszünk, mert 20 körüli ponttal vezetünk a harmadik előtt. Tehát azok a korosztályok, amelyektől elvárhatók eredmények, mert ugye a kicsi gyerekekről nem beszélünk eredményekről, mert nem ez a kulcskérdés, azok a korosztályok, ahol elvárunk eredményeket, azért úgy lassan-lassan lépegetnek előre. Ennek fontos előjele, hogy már a mostani ifiből a felnőtt csapat egyébként távozó edzője Brecska László 9 játékost is kipróbált a megyei felnőtt elsőosztályú mérkőzéseken, és közülük, ha nem jön közbe semmi, már jövőre többen komolyan kopogtathatnak a felnőtt csapat öltözőjében, versenyhelyzetet teremtve játék lehetőségért.